Súlyos buszbaleset történt reggel az M5-ös autópályán Kiskunfélegyházánál. Egy turistánkat szállító lengyel busz még nem tudni pontosan, hogy miért letért az útról és az árokba borult. Egy ember meghalt, többen, köztük egy 5 éves gyerek súlyosan megsérültek. A helyszínre 2 mentőhelikopter és 14 mentőautó érkezett. A baleset miatt az M5-ös autópályát a főváros felé teljes szélességében lezárták. Mentőhelikopter szállt le vasárnap reggel az M5-ös autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán. Egy lengyel rendszámú, külföldieket szállító autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és az árokba hajtott. Budapest irányába közlekedett egy lengyel felségjelzésű, utasokat szállító autóbusz a reggeli órákban 6 óra 30 perc körül. A busz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és árokba borult. Összesen 46 személy tartózkodott az autóbuszban, közülük egy férfi a helyszínen életét vesztette. A szerencsétlenség a főváros felé vezető oldalon történt. Információink szerint egy 35 éves lengyel férfi az áldozat, aki kizuhant a buszból, a jármű pedig rázuhant. Mire a tűzoltók megérkeztek, az utasok közül sokan már kijutottak a buszból. 2 helikopter és 14 mentőautó is a helyszínre érkezett. 3 szenvedtek súlyosabb sérüléseket, köztük egy 5 év körüli kisfiú. További 42 embert szállítottunk még kórházba vizsgálatra, megfigyelésre. Ők úgy tűnt, hogy könnyebben sérültek. Sajtóinformációk szerint az autóbusz Görögországból tartott haza Lengyelországba. És Molnár H. Boglárka továbbra is a helyszínen van. Boglárka, mit tudni, hol tart most a mentés? Köszöntöm a nézőket, az autóbuszt még nem szállították el a helyszínről, ugyanis nagyon sokáig tart a vizsgálat, a járművet a rendőrség foglalja le. A lengyel utasszállító buszban 46-an voltak, 44 utas köztük gyerekek, illetve a 2 sofőr, egyébként innen a helyszínről már mindenkit elvittek. Nem lehet tudni még, hogy miért, de a busz ugye a reggeli órákban tartott Budapest felé az M5-ös autópályán, amikor hirtelen letért az útról és az árokba borult. Egy lengyel utas pült ki a buszból, ami ráesett a férfi, azonnal meghalt. A legutóbbi információm az, hogy összesen 23-an sérültek meg, voltak, akik súlyosan, ugye a legfiatalabb súlyos sérült egy 5 éves kisgyerek. De az összes utast kórházba szállították, azokat is, akik nem sérültek meg, kivizsgálásra összesen 4 intézetbe, a Szegedibe, a Kecskemétibe, a Kiskunhalasiba és a Szentesibe. A busz fel van szerelve biztonsági övekkel, ami azt jelenti, hogy Magyarország területén kötelező a használata ezeknek az öveknek, nem csak a sofőrök, hanem az utasok részéről is. Hogy ki volt bekötve és ki nem, az még vizsgálat alatt van. Információink szerint egyébként, aki a bejelentést tette a balesetről, annak az autójában lévő fedélzeti kamera rögzíthette magát a történteket, ezt a rendőrség lefoglalja. Miután megtörtént a baleset, nagyon sok tűzoltó, 14 mentőautó és 2 mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Ekkor az M5-ös autópályát Kisteleknél teljesen lezárták. Azokat pedig, akik beszorultak a baleset és a lezárás közé, azokat még a délelőtt folyamán félpályán elengedték, de jelen pillanatban Kisteleknél le van zárva az autópálya. Molnár H. Boglárkát kapcsoltuk, köszönjük szépen!